9 nagykövet látogatott Edelénybe Csöbör Katalin meghívására, hogy megismerjék a szimfónia programot, ami a roma gyerekek számára kínál lehetőséget. A zene erejével segíti a társadalmi beilleszkedést. Folyamatosan érkeztek a diplomaták az Edelényi kastélyba. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 9 ország képviselőjét hívta meg. It was a Soviet military headquarters. A kastélyt tárlatvezetéssel, a szimfónia programot pedig a zene segítségével ismerték meg közelebbről. A francia nagykövet első beosztottja mellett Chiléből, Libanonból, Albániából, Tájföldről, valamint Angolából, Spanyolországból, Filippiből és Ausztriából is érkeztek diplomaták. Ausztria számára a zene, a klasszikus zene rendkívül fontos, ezért is tartom nagyon fontos és jó ötletnek, hogy roma gyerekeknek segítenek a felzárkózásban a zene által. Magam is tanultam zenét, közel áll a szívemhez, én hegedülni tanultam. Érdeklődésre várom, hogy megismerjem a projekt részleteit és találkozhassak a fiatalokkal, mondta a nagykövet. A Szimfónia Alapítvány szimfónia programjának növendékeinek koncertjén a nagykövetek első kézből tapasztalhatták, milyen erős társadalom formáló erővel bír a zene. A program célja, hogy a roma fiatalok társadalmi befogadását segítse. Azt szoktam mondani, Borsodabói Zemplén megyében élni, illetve borsodinak lenni egy életérzés. Én sokat járok Budapestre, külföldre, de szeretném megmutatni a külföldieknek megyénket is. Egy gyönyörű vidéken vagyunk, ugye? És Edelénybe elért már nagyon-nagyon régóta is a francia kultúra. Az országgyűlési képviselő, a frankofón parlamenti közgyűlés magyar szekciójának elnöke jó kapcsolatot ápol a hazánkba delegált nagykövetekkel. Az osztrák nemzettel például több közös fejlesztésük is van. A Miskolctapocai strandot egy hazájában nagyon népszerű és sikeres osztrák tervezte, a Alsó-Zsolcán pedig egy osztrák cég tervez további bővítést.